Ez a Kölcsei Televízió állatbarát műsora, köszöntöm nézőinket. Előbb képes ajánló, aztán kezdődik az állati. Az állatiban ezúttal egy kellemes tavaszi állatkerti sétára invitálom önöket. Aztán az állatpark két fiatal kispandájáról gondozójuk mesél, és az állatorvosi rendelőkben minden eddiginél több kullancsfertőzött kutyát kezeltek az elmúlt hetekben. A leggyakoribb kullancs által terjesztett betegség a babéziózis megelőzése, már tablettával is megoldható. A jó időt és a napsütést az állatpark lakói is nagyon várták már. A tavasz beköszöntével sorra érkeznek az állatsereg kicsinyei, fehérkező gibbon és tarajos süli született. A Nyíregyházi Állatpark, akárcsak a természet, a tavaszi időszakban teljesen megújul. Állatparkunk egy hatalmas tölgyerdőben található, és ilyenkor már pattannak ki a rügyek, minden bezöldül, amit nem csak mi emberek élvezünk, hanem az állatok is. A hőmérséklet rendkívül érzékeny állatok is elfoglalja a kifutójukat, és vígan fickándoznak, porfürdőznek hatalmas egy területeiken. Beindultak a tréningek, és számtalan újszülött is napvilágot látott. A téli időszakban van leginkább idő állataink tréningjére, így Gino és Leon a kaliforniai oroszlánfókák is ilyenkor tanulják meg a legújabb trükköket. Ilyenkor azonban tavasszal már bepillantás is nyerhetnek a vendégek ezekbe az iskolákba, a fókasuliba, hiszen egy játékos zenés tréning kapcsán megláthatják, hogyan is tréningezik az állatainkat. Állatainkkal pozitív megerősítéssel dolgozzunk, a hajutalomért cserébe bármit megcsinálnak a vidám fóka fiúk. Ha már tréningről van szó, ne feledkezzünk meg a tollas majmokról sem. Konrád Lorenz hívta így a papagájukat nem véletlenül. Rendkívül intelligenciával bírnak ezek a különleges állatok. Nálunk arab papagájuk és kakaduk is tréningezés alatt állnak, és a téli időszakban nyugalomban vannak, nem dolgozunk velük, és mégis, ahogy elővettük őket újra tavasszal a tréningasztalon, szinte azonnal tudták, mik a feladatok, a látogatók legnagyobb örömére. Hamarosan egy éves lesz parkunk afrikai elefántborja, a kis Kitó is. Nem csak anyjával, Kvanzával ápol nagyon jó kapcsolatot, hanem Bubával, a másik elefánttehénnel is. Mind a hárman igazán élvezik a tavaszi napsugarakat, nagyokat homokfürdőznek, és Kitó igazi kis bikaként hatalmas füleivel folyamatosan mászkál a kifutóban, és ormányával is vagánykodik. Még születésekor nem nagyon tudtam mozgatni ebből a több ezer izomrósból álló ormányt, mely az orr és felső ajak összenövése, most már játszik könnyedséggel, akár egy fűszált is fel tud vele emelni, s bár még szopik, most már nagyon sokszor szilárd takarmányt is fogyaszt. A tavasz beköszöntével
egyre több helyen kopogtat a gólya. Így történt ez a fehérkező gibbon csapatunknál is. A gibbon család immár 5 tagúra bűvült, hiszen Marita és Mukinek ez már a harmadik kicsije. Marita igazán gondos gibbon anyuka, a legifjabb apróság főleg a hasáncsünk, míg a másik testvér inkább egymáshoz szokott játszhozni a különleges Majom-szigeten, ahol csupán egy vizesárok választja el a vendéget az állatoktól. Míg egyes állatanyukáknál látjuk a domborodó pocakból, hogy hamarosan utód fog érkezni, másoknál nem. Igazán nagy meglepetés volt, hogy egy kis tarajos sül látott napvilágot a 4 fős csapatban. A tarajos sül különlegessége, hogy hatalmas, akár 54 centis szarú tüskéket is visel a hátán, melyek kiválóan alkalmasak a védekezésre. Először megrezegteti azokat, ám hogyha a támadó nem megy el, akkor felé hátrál vagy oldalaz, és annak segítségével elriasztja a támadóját. Ezek a tüskék nagyon gyengén találhatóak a hát és oldal izomzatokba, éppen ezért apró rázás hatására is el tudnak szóródni. Éppen ezért tévesen korábban azt hitték, hogy a sül ki tudja lőni a tüskéit. Ezek a tüskék módosult szőrszálak, és nyilván az apróság nem éles tüskékkel látja meg a napvilágot, hanem ezek a szarú tüskék később kezdenek el megerősödni, és a hónapok során kezdenek hatalmassá válni, mint az ivajra érett állatoknak. Ám, bár tüskéi nincsenek olyan erősen kifejlődve, hogyha úgy érzi, hogy veszélyben van, ugyanúgy védi a területét, és felmereszti azt a pár szál szarú tüskét, ami a hátán található. Pár hetes koráig, 3-4 hetes koráig csupán szopik. Az anyja mellbimbója az állat oldalán található, hogy védje a kicsikét és ne szúrja meg az apróságot, de később ő is gumókkal, gyökerekkel, lehulló gyümölcsökkel vagy rovarokkal fog táplálkozni, és egészen egy éves koráig a csapat tagjává fog válni. Éjszakai állatról van szó, így csupán a táplálkozási időszakban szokott a csapat együtt keresgélni, aztán pedig közösen, mivel társaságkedvelő állatról van szó, együtt hajtják nyugalomra a fejüket. Tavasz a megújulás időszaka, így megújult az oroszlán csapatunk is, megérkezett állatparkunk új királya, Zeus. Valóban fenséges megjelenésű állatról van szó, és az oroszlán hölgyek már repesve várták. A burgerzóban látott napvilágot állat jelenleg 5 éves, eleinte egy másik kifutóban figyelte a nőstényeket, de az összeszoktatás teljesen könnyedén ment, a hölgyek azonnal befogadták a királyt, és reméljük, hogy hamarosan udvarlásának is eredménye lesz, és a nyáron már be tudunk számolni az utódokról is. A Nyíregyházi Állatpark kispandái belakták kifutójukat. Egymással még tartózkodóan, gondozójukkal már egészen barátságosan viselkednek. A faj természetvédelmi helyzete veszélyeztetett, így a fiatal macska-medve pár az Európai Fajmegőrzési Program keretében érkezett Sóstúra.
A vörös panda egy Ázsiában őshonos állatfaj. Ázsiában megtalálható Indiában, Kínában, Laosban, Nepálban, a Himalája környékén akár 4000 méter tengerszint feletti magasságig is megtalálható, lombhullató, illetve örökzöld erdők lakója. Az elnevezéséről tudni kell, hogy ezt az állatot több névvel is illetik, tehát ismerhető úgy is, mint kispanda, mint vöröspanda, illetve mint macskamedve. Igazából a ragadozók rendjének, macskamedvefélék családjának egyetlen ma élő képviselője. Ezekről az elnevezésekről annyit érdemes tudni, hogy őt sokkal hamarabb nevezték el pandának, mint az óriás pandát. Tehát panda névvel először a vörös pandát illették, innen jön elé a jelző, hogy kis panda, megkülönböztetvén ugye az óriás pandától. Vörös pandának a színe miatt szokták nevezni, hiszen ennek az állatnak gyönyörű vörös bundája van. Macska medvének pedig a viselkedése miatt kezdték elnevezni a kutatók, illetve a kortudósai, hiszen ennek az állatnak külső megjelenése a medvefélékre hasonlít nagyon, viselkedésében viszont számos olyan jegy megtalálható, ami inkább a macskafélékre jellemző. Karmai félig visszahúzhatóak, ezért nagyon ügyesen közlekednek fára felfele, illetve akár fejjel lefele fáról lefele menet. Ugrani ugyan nem tudnak olyan nagyokat, mint ami az a kis vagy nagy macska félékre jellemző, de macskaszerű vonás még az is, ahogy tisztára nyalogatja a bundáját, és ezért valószínűleg, hogy ezért kaphatta a macska medve elnevezést. Éjszakai állatnak nevezhető, tehát nappal kevésbé mozgékony, kevésbé aktív, szürkületkor indul el táplálékszerző útjára, és bár a ragadozók rendjébe tartozik, az étlapján kisebb mértékben szerepelnek állati eredetű táplálékok, nagyobb palettát fogyaszt növényi eredetű táplálékokból. Ezek közül elsősorban a bambuszt fogyasztja, de emellett számos gyümölcsöt, lombot, kérget, cserjeféléket megrág. Állati eredetű táplálékai között szerepelnek a madárfiókák, a tojások, különböző rovarok, hernyók. Ugye megkülönböztetünk kispandát, illetve óriás pandát. Hát a köztudatban valószínűleg az az elterjedt nézet, hogy ezek az állatok szoros evolúciós rokonságban állnak egymással, de nem. Tehát az, hogy mind a kettőt panda névvel illetik, ez inkább egy párhuzamos evolúciós folyamat eredménye, ami azt jelenti, hogy adott körülményekhez hasonlóan alkalmazkodtak az állatok. A pandák esetében ez a bambuszevés. Ugyanis mind a kispandára, mind az óriás pandára jellemző az, hogy mellső végtagjaikon 6 ujjuk van. Ez annak a következménye, hogy hosszúkásan megnyúlt a csuklócsontjuk, ami szinte egy 6. ujjként funkcionál, szembefordítható a többi ujjaival az állatnak, és ezáltal sokkal könnyebben tudja a bambuszrügyeket leszakítani, illetve megfogni. A Nyíregyházi Állatpark 2 vörös pandának ad most otthont, fiatal állatok, a nőstényünket a prágai állatkertből kaptuk, a hímünket pedig Írországból, a dublini állatkertből. Kicsit döcögősen indult az érkezésük az állatkertbe, gyakorlatilag az első egy-két hétben bambuszon kívül semmilyen más felkínált táplálékot nem fogadtak el, függetlenül attól, hogy ezek az állatok komoly napra levetített receptúrával érkeznek, de szerencsére a kezdeti nehézségek után feloldódott mind a két állat, és egyre szívesebben és egyre nagyobb mennyiségben és változatosabban fogadták el a felkínált ételeket. A két nyíregyházi panda viselkedését egyenlőre legalábbis egymás iránt semlegesnek tudnám mondani, hiszen nem vettük szerencsére jelét annak se, hogy az állatok között valamilyen kibékíthetetlen ellentét vagy összeférhetetlenség jelne, viszont egyenlőre még annak sem mutatkozik jele, hogy ez a két állat ez megpróbálna némi komoly párkapcsolatot kialakítani egymással. Amit tudni lehet, még fogságban a vörös panda
állat viselkedéséről, hogy mint említettem, ezek az állatok a természetben éjjel aktívak, tehát szürkületkor, illetve az este sötét óráiban. Viszont érdekes módon állatkerti tartáson belül megfigyelték mind a gondozók, mind akár a látogatók is megfigyelhetik, hogy bizony nappal is aktívak. Ez azért szerencsés, hiszen egy állatkertben bemutatott állatnál lehet, hogy nem kevésbé szerencsés lenne az a felállás, hogyha egész nap bujkálna, illetve valamilyen magas fán elbújva alvással töltené a napot, és így a látogatók semmit nem vennének észre az állat jelenlétéből. Állatkerti tartáson belül az állatok viselkedése egészen barátságos. Nálunk a nőstény Ting-Ting, aki egy kicsit még mindig tartózkodik, viszont a hímünk, akinek mi hamarabb adtunk nevet, a Szecsuánt, mint hogy megtudtuk, hogy őt Baónak hívják, az ő viselkedése az már teljesen barátságos. Ennek mi örülünk, hiszen az állatok megfigyelését így sokkal könnyebbé teszi az, hogy gyakorlatilag teljesen közeli kontaktust tudunk teremteni az állatokkal. A vörös pandák természetvédelmi helyzete veszélyeztetett. Gyakorlatilag Kínában a mai napig hagyományosan a fiatal házasok esküvői ruhájában, főleg a vőlegény ruhájában szerepel pandaprém, illetve azért is vadásszák ezeket az állatokat, mert a prémjét különböző dolgokra, például ecsetnek is használják. A kispandákról tudni kell az, hogy viszonylag ugyan sok állatkertben él, de hogy nagyon nehezen szaporodnak. Tehát majdhogy nem azt lehet mondani, hogy amennyi állat születik a világ állatkertjeiben egy éven belül, nagyjából annyi el is pusztul. Ezért azoknak az állatkerteknek, akik kispandát szeretnének tartani, rá kell tudni, hogy itt bizony a várólista évekig, akár 10 évig is eltarthat, hiszen ez a faj szerepel az Európai Fajmegmentési Programba, és ugye a programok koordinátorai tudják eldönteni, hogy van-e olyan korban, olyan összetételben állat, amit egy-egy új állatkert megkaphat. Ezért is nagy öröm számunkra, hogy a mi állatkertünk 2 fiatal vöröspandának ad otthont, és nagyon nagy reményekkel tekintünk afelé, hogy a jövőben ők egy tenyészpárt alkotnak, és utódokkal fognak minket megajándékozni. Az állatorvosi rendelőkben minden eddiginél több kullancsfertőzött kutyát kezeltek az elmúlt hetekben. A babéziózis a kullancsok által terjesztett egyik leggyakoribb és legveszélyesebb kór. Íme néhány hasznos gondolat és jó tanács a betegséggel kapcsolatban. A melegedő időjárás egyre inkább aktuálissá teszi, hogy néhány szót szóljunk a külső élősködőkről és az általuk terjesztett betegségekről. Ezen belül kiemelten fontosnak tartom, hogy a kullancsokról is beszéljünk. A jó időbe köszöntével a kullancsok is egyre aktívabbá válnak, így a saját kedvencünk is fokozottan ki van téve a kullancscsípésnek és a kullancsok közvetítette fertőző betegségeknek. A viszonylag enyhe télnek köszönhetően idén is nagy kullancsinvázióra számíthatunk, mi is napi szinten találkozunk kullancsfertőzött kutyákkal a rendelőnkben. A legnagyobb esély a kullancsok összeszedésére igazából a nagy, füves, erdős területeken tett séta során van lehetőség, de nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy otthon, a saját kertünkben, udvarunkban is nagyon könnyen összeszedheti a kis kedvencünk a kullancsot. Az országban és a régiónkban is a kullancsok jelentős hányada fertőzött a babézia nevű kórokozóval. Ez az egysejtű parazita kizárólag kullancsok közvetítésével juthat a kutyánk szervezetében.
ott a vörösvérsejteket támadja meg, és azok szétesését, károsodását okozza. Érdekes tény továbbá, hogy Európa szerte a macska babéziózis elhanyagolható ritkasággal fordul elő. A babéziózis közismertebb nevén kullancsfertőzettség kezdetben általános tünetekkel kezdődik, úgy mint magasláz, étvágytalanság, elesettség, hátulsó testvérgyengeség. Későbbiekben kialakul egy jellegzetes, sötét, barnás vizelet, ami már a gazdinak is feltűnhet. Nagyon fontos, hogy már az első tünetek megjelenésekor minél hamarabb keressük fel az állatorvosunkat, a mi hamarabbi diagnózis és a gyógykezelés megkezdése érdekében. A babéziózis önmagában is egy rendkívül komoly betegség, amit az esetlegesen kialakuló szövődmények tovább súlyosbíthatnak. Ezért nagyon fontos az, hogy valóban az első tüneteknél már rögtön keressük fel állatorvosunkat. A babéziózis pontos diagnosztizálásához vérvétel áll rendelkezésre, amelyből ki tudjuk mutatni a kórokozókat. Létezik speciális ellenszer ez ellen a parazita ellen, amit minél hamarabb meg kell, hogy kapjon a fertőzött kutyus, ugyanis előre haladott esetekben jó esély van szövődmények kialakulására, amelyek leggyakrabban máj, vese, esetleg hasnyálmirigy, funkciózavar, de akár több szervi elégtelenség is lehet. Fontos tudni azt is, hogy ha egy kutya élete során már többször átesett ezen a betegségen, úgy ezen másodlagos problémák kialakulásának az esélye szintén nagyobb és valószínűbb. Ha kutyánkban kullancsot fedezünk föl, azt legcélszerűbb minél hamarabb eltávolítani. Erre rendelkezésre állnak különböző kiszedésre alkalmas eszközök, de jobb híján a kezünkkel is eltávolíthatjuk egy határozott mozdulattal. Nem kell megijedni, hogyha esetleg beleszakad a kullancsfeje az állat bőrébe, egy kis helyi gyulladás keletkezik ott, és az idegen anyag hamar ki is lökődik, esetleg jódos fertőtlenítést lehet alkalmazni az érintett területen. Bár nem minden kullancsfertőzött, azért kullancscsípés után mindenképpen javasolt megfigyelni a kutyánkat. A babéziózis lappangás ideje pár naptól akár 10-14 napig is terjedhet. Ez idő alatt, hogyha a kutyánk esetleg lázassá válik, étvágytalan lesz, bágyat lesz, akkor minél hamarabb forduljunk szakemberhez. A babéziózis egy olyan súlyos betegség, amely, ha nincsen időben kezelve, akár az állat életébe is kerülhet, ezért nagyon nagy hangsúlyt kell fektetnünk a megelőzésre. A megelőzés lényege igazából abban rejlik, hogy a kis kedvencünket óvjuk a kullancscsípéstől, megakadályozzuk a kullancscsípést. Erre a kisállatgyógyászatban relatív sok készítmény áll rendelkezésre. A leggyakoribb formulák a rácseppentős készítmények, a nyakörvek és a tabletták. Mindenképpen fontos, hogy állatorvos által ajánlott készítményt használjunk. A rácseppentős készítmények általában 4 hetes védelmet tudnak nyújtani kullancs ellen. Ezt a cseppentős készítményt az állat tarkójára helyezzük el, ott nagyjából egy nap a felszívódási idő, de 10-14 napig még semmiképpen nem szabad megfürdetni vagy élő vízbe engedni az állatot, ne mosódjon le a készítmény és ne rontsa a hatékonyságát. A nyakörvek márkától függően 4-8 hónapos védettséget is biztosítanak. Ezt kevésbé ajánljuk hosszú szőrű állatoknak, itt ebben az esetben romlik a bőrfelülettel való kontaktus, ott inkább a cseppentős vagy tablettás készítményeket helyezzük előtérbe. A relatív új a piacon a tablettás védekezés, ez klinikai tapasztalatunk alapján biztonságos, és az egyik leghatékonyabb védelmet nyújtja 12 héten keresztül az állatunknak. Önök a Kölcsei Televízió állatbarát műsorát látták. Állatival legközelebb 4 hét múlva jelentkezünk, addig is vigyázzanak magukra és kedvenceikre. Viszontlátásra!